Összesen 63-an részesültek elismerésben, és közülük 6-an a minisztérium pedagógus szolgálati emlékérmét vehették át. Márkus György 39 évi szolgálat elismeréseként kapta meg a díjat. Egy tanárnak ki kell vívni a tekintét, az nem csak úgy jön, hanem ezt a gyerekeknek meg kell adnia, és ez vice versa érvényes. Tehát az a tanár, aki megadja a gyereknek is a tiszteletet, és együttműködik a gyerekkel, az úgy gondolom, hogy viszont is megkapja a diáktól azt a fajta tiszteletet, ami a pedagógus létnek, a pedagógus pályának az alapja. Ünnepi beszédében Dömötör Csaba, a szakképzési centrum kancellárja arról beszélt, kifejezetten fontos, hogy mindenki a munkájában megbecsültnek érezze magát, és ez különösen igaz a pedagógiai pályán. Dömötör Csaba azt mondta, új oktatási elvek mentén kell majd tanítani a jövőben. Megváltozott a világ körülöttünk, felgyorsult, nagyon sok impulzus, nagyon sok információ éri a fiatalokat. Ehhez a pedagógusoknak alkalmazkodni kell. Nyilván alkalmazkodni kell amiatt is, mert ma olyan tudásra készítünk, vagy kell felkészíteni, aminek még nem látjuk a végét. Nem látjuk azt, hogy néhány éven belül milyen új szakmák jelennek meg. Nem látjuk azt, hogy hogyan változik a világ. Látjuk a negyedik ipari forradalomnak a hatását, hogy drasztikus, gyors változások történnek. Erre kell felkészítsük a fiatalokat. A jövő a tanulás tanításáé és nem a tudás átadásáé, mondta Dömötör Csaba, ami a gondolkodásmód és a pedagógiai módszerek átalakulását is jelenti.